Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit! Kezdő tábor beszél bevezetője. engem, engemért, hogy tartsam a bevezetőt. Elsősorban Kjolcsérról szeretnék beszélni, amin volt szerencsém a télen részt venni. Meg arról, hogy egyáltalán hogy jött ez a zen számomra. Sokan ültök itt, akik először vagytok itt, és úgy ismerkedtek ezzel az egész formával, a hagyományjal. De az elején úgy voltam, hogy ha valaki félre tudja tenni azt, hogy uh, például nem anyanyelvén vannak a mantrák, a, a szutrák, stb., akkor kap egy olyan, uh, egy olyan, uh, kiforrott, egy olyan stabil, egy olyan működőképes formát, egy, egy olyan hagyományt, amit hogyha ha követ, akkor uh, elég hamar gyökeres változások jöhetnek létre az életében, hogyha ezt uh, rendszeresen is őszintén és alázattal csinálja. Az a helyzet, hogy szeptemberben kezdtem el gyakorolni a zen, tavaly szeptemberben, most május vége van, és tavaly évem az, hát az elég katasztrofális volt, tehát semmi sem volt jó. Magyarul a szenvedésbe jött a zen, hogy, hogy valamit el kell kezdeni csinálni, mert, ez, mert nem, nem mehetett tovább. És akkor találkoztam Sunimmal, köszönöm ezúton is, és hát őszintén bevallom, hogy még úgy eléggé be voltam gőzölve, tehát nagyon összejött minden, tehát, amit el tudtok képzelni. És uh, még egy-egy hónapot úgy, úgy, halogattam, tologattam, de úgy már érett bennem az első pillanattól fogva, hogy hát el kéne jönni egy elvonulásom, mert a videókat viszont már nagyon régóta néztem, másfél-két éve, tehát több száz videó volt a hátam mögött, talán kicsit túl sok is, mindegy. És aztán szeptemberben elkezdtem otthon egy saját erőből gyakorolni, reggel, este, szigorúan, következetesen telefonnyomkodás nél, helyett. Úgy voltam vele, hogy jobban úgymond megéri, és már két hét alatt olyan változást tapasztaltam így a körülöttem, körülöttem lévő környezetemben és magamban, hogy ez adott egy olyan lökést, hogy jó, akkor szeptember közepén menjünk egy egynaposra. Hú, az egynapos, az aztán, hú, de jó volt szintén. Aztán uh, utána következett uh, egy, egy, egy háromnapos, ha jól emlékszem, utána egy, egy szigorú haladó elvonulás, és akkor már előtte érett, hogy hát jó van, hál' Isten a munka lehetőségem az uh, lehetővé teszi, hogy télen ráérek. Szezonális munkahelyen dolgozom, úgyhogy hát jó van, nincs mit tenni majdnem, hogy minden romokban, nagy vonalakban, úgyhogy jöhet, jöjjön, jöjjön egy egy újraindítás, egy, egy nagy rezet, egy nagy törlés, egy nagy takarítás, hívhatjuk akárhogy. És amikor eljöttem, tehát eleve úgy fut, nagyon fontos volt szerintem az, hogy hogyan futottam neki, hogy, hogy, hogy végigcsinálom. Nem régóta gyakoroltam a zent, és hát lehet mondani, hogy így fejest ugrottam bele. Mm, amit egyáltalán nem bántam meg. Mm, így nagy vonalakban elmondanám, hogy így milyen tapasztalataim voltak az elvonulás során, és egy a belső folyamatok, hogy mik zajlottak le. És hát kezdődött ott ugye, hogy a, a, a fizikai része, hogy, hogy maga az ülés. Most előtt, előtte meg, instrukcióban megkaptuk, hogy hát igen, gyerekek, nincs mese, fájni fog. Az első két hét, három, így is volt. Első két héten mindent beleadtam, hogy nagyon fájt, nem baj, nem mozdulj, tartsad, nem baj, mindjárt vége, nem baj, nem baj. Két hét után még mindig szinte ugyanúgy fájt minden. mondom, itt ennek nem lesz egy jó vége, bele kell húzni. Úgyhogy a harmadik héten meg még inkább csak törekedtem arra, hogy nem mozdulj, akárhogy fáj, fogcsikolgatva, nem baj, tartsad, nem mozdulj. Eleve az, hogy ide jövünk ennyien, és mindenki közös céllal érkezik ide. Tehát, hogy valamiért változtatni szeretne valamin. Lehet, hogy sokan nem is tudjátok, hogy miért vagytok itt, csak itt vagytok, nem tudjátok miért. Viszont itt vagyunk, és, és csináljuk. És így volt ez akkor is. és Aztán három hét után elkezdett csillapodni a fájdalom. El, el, elég intenzíven. Tehát, lehet mondani, hogy szinte semmi fájdalom nem volt, viszont ennek az volt úgymond az ára, hogy stabilan, fixen kellett tartani magamat, és, és törekedni, és becsülettel, és csinálni, és fokozatosan, szépen-szépen. Aztán utána következett, ugye úgymond a belső folyamat, a, a része a dolognak, ami egy kicsit a fizikai fájdalomnál az, 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 az tud azért keményebb lenni. És ahogy ugye gyakoroltunk, gyakoroltuk, ugye sorozatosan jöttek föl, a, jöttek föl a, dolgok, Jelentek meg, jelent meg egyik dolog a másik után. Ugye a szutrák, a mantrák, amiket éneklünk, ugye ez mind a tudat alattiból szeretné, vagy pontosan abból dolgozza föl azokat a dolgokat, ami miatt úgy cselekszünk, ahogy cselekszünk abban a pillanatban. Tehát ami egyik legnagyobb mozgató motiváció volt számomra, hogy amiért elkezdtem gyakorolni, hogy egyszerűen nem volt elég az, hogy történt valami, és eldöntöttem, hogy jó, akkor ezen túl máshogy csinálom. És következett a 101. szituáció, és ugyanaz volt. Ugyanaz volt, a, ugyanaz volt a válaszom, ugyanaz volt a reakcióm, ugyanazok voltak az érzéseim. Jó, akkor eldöntöm 102. egyére, és hogy most aztán biztos tényleg más, másképp kéne csinálni, meg jó, legyen máshogy és akkor jó van, legyen máshogy. 102 egyére ugyanez. Gondolom, itt valami, nagyon, itt, itt, valami nagyon, hiányzik. És hát ugye az nem nagyon segít megtalálni a rendezőt. Tehát, hogy ki, 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 a rendező? Ki az, aki lát a szemeddel, hall a füleddel, érez a szíveddel, tapint a bőröddel, ízle a nyelveddel, elnevez, mint hatodik tudatszint, megkülönböztet, emlékez a nyolcadik, és Ugye aztán megjön. És ez, ez nem volt meg soha, úgymond. Előtte sok mindent kipróbáltam, sokféle technikát, irányzatot, de valami hajtott belülről, hogy, hogy valamit csinálni, tehát ez, ez egy három-négy éves folyamat, hogy valami, valamit csinálni kell, csinálni kell, hogy valamit, 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 de egy, egyik sem volt teljes, mert hiányzott a rendező, nem volt meg a rendező. És amikor végre úgy elkezdtem megtalálni, pontosan az elején azt hittem, hogy megtaláltam természetesen, ugye kicsit elbíztam magamat, hogy na jó van, na ez lesz az, meg, de hát ugye nem lehet elnevezni se, gombot varni rá, ez a, ez a trükkje az egésznek, úgymond trükkje. És ahogy gyakoroltunk, gyakoroltunk, azt vettem észre, hogy semmi változás. Sem, nem, itt, itt, ez nem, 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 nem. És így utólag rájöve ez az elmének a pontosabban ez, 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 a, ez a tudatos elme, elme volt, mert azt, azt szerette volna ugye megoldani, azt szerette volna címkézni, hogy na most jó van most eddig ilyen volt, most ilyen lett. Közben pedig ez a, ez a része az, elme, az elmének, ez a része ez számomra bennem ugye nem nem vett észre a változást. Viszont a tudat alattiból pedig pörögtek, pörögtek kifele sorozatosan, folyamatosan pörögtek kifele a dolgok, és ezt a, úgymond a jéke csúcsával, azaz 5-10 kal ezzel az, az, nem, nem veszük észre, nem vagyunk rá tudatosak, mert a jéghegy az, az 90 ban ott van alul, és az a nagy részünk, az az, amiért úgy válszolunk, ahogy úgy reagálunk, ahogy úgy cselekszünk, ahogy, ahogy teszünk, abban az adott pillanatban. És az NSZ segít kitakarítani elsősorban, pontosabban először kitakarítani, érdemes vettem úgy észre, hogy egyáltalán a tanítás ugye be, be, tudjon, be tudjon érni, beér, beérjen, és ne az legyen, hogy félreértem, félreértem, és egy teljesen másik dolog lesz belőle, hanem először kell egy, 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 egy stabil, egy, egy fix, egy, egy, egy tiszta alap ami, amiben helyet tud foglalni úgymond a hagyomány. Maga az irányvonal, de együttérzés, bölcsesség, szeretet, stb. Amiről itt, itt, tanulunk és gyakorlunk mindannyian. És hát aztán gyakoroltunk, folytattuk, csináltuk, közben leborulások így emelve, kicsit emelve, Ja, tehát fizikailag ugye köhögés, stb. ezek, ezek mind úgymond normális tünetek a tisztulásban. És Csináltuk, csináltuk, aztán január közepén elérkezett az intenzív hét, ahol a 7 percen felül még ültünk 3 50 percet, majd a hetedik éjszakán hajnal 5-ig meditáltunk, ami kicsit ilyen, ugye, mert akkor a, a, a test meg a minden az már azért annyira elfárad, ugye, hogy meg, 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 meg az a tudat, meg az elme, annyira elfárad, hogy, hogy szinte pislogni alig van ereje az embernek, és... Um, ami nagy, nagy tanulság volt ezen az intenzív héten, főleg az utolsó estén, hogy uh, úgy igazán meg lehetett találni, hogy mi az, ami a, mi az, ami lát benned, mi az, ami hall a füleddel és a többi. Mert az akkor is ugyanaz, amikor te azt se tudod szinte, hogy hol vagy már, és, és mászik a bogára paddón, és pislogsz egyet, és eltűnik. Tehát a, akármi, úgymond. De van, ami, ami ezt az egészet látja. És az intenzív hét után úgy éreztem, hogy még mindig nem tört meg az úgymond, aminek meg kéne törnie. Tehát ez, ez részemről így a, az elmének, a, ez így a, így a, túltolása, tehát az, ez a, túlzott akarás, ez a, egyfajta maximalizmus volt bennem, hogy még mindig nem elég, még mindig nem. És hát ugye köztudat általában ugye az elmének, az egónak nem elég, hogy még, 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 még. És ugyanez Persze ezt ki kellett pörgetni, ezt ki kellett futtatni. Úgyhogy még jobban belehúztam, így az intenzív hét után egy pár napot így fújtam, és egy intenzív, úgymond egy, csináltam úgymond saját magamnak egy intenzív három hetet, amikor én nagyon keveset ettem, sok leborulást csináltunk így közösen. nem beszéltem például három hétig, az nagyon érdekes, hogy megfigyelés volt, hogy mi zajlik le belül, milyen folyamat. És amikor úgy voltam vele, hogy hát jó, most már akkor, akkor beszéljünk, vagy, vagy, vagy most már akkor jó van, most már akkor lazítsunk egy kicsit, mi nem sokáig, három hét múlva vége a kioccsének, de még mindig úgy éreztem, hogy ugyanott vagyok, ahol voltam. Egy az egybe. Egy, semmi, semmi. Jó van, de azért csináljuk. És akkor elkezdtem beszélni, és akkor uh, um, megbetegedtem. Igen. Mert egy, egy, hatalmas energia, egy, egy nem tudom mi szabadult fel, egy, egy ilyen elfolytott dolgok, és akkor az kipörgött, és akkor utána visszajöttem a terembe, és, és sikerült úgymond leülni, és, és, csak, csak ülni, csak csinálni, csak mantrázni, csak leborulni. Nem azt mondom persze mindenkinek, ugye természetes, hogy bebeszűrődik, de ami eltűnt, az a... Azt tűnt el, ami, ami, ami folyton kereste volna bennem, hogy na még, hogy így, tehát a, varia, a variálás, ha így van, akkor úgy. Tehát az elmének ez a logikus működése, ez, ez futott úgy ki. És hát nagy, nagyjából így ért véget a kiolcsa, és akkor úgy mentem haza, hogy hát jó van. Jó volt. És akkor hazamentem, és hát mondom senki, ugye egy, egy hatalmas nagy érzékenység, ugye hogy maga a világ felé, ugye, tehát sokkal érzékenyebb, sokkal, sokkal, sokkal tágabb látókör, tárult elém, ez egyik része. A másik része pedig az volt az egésznek, hogy mm, nem is igazán a kiocse után, még nem is a kiocse utáni egy hónapban, hanem, hanem a kiocse utáni kettő-három hónapban ütött vissza a vízhangja az egésznek, de úgy nagyon. Amikor már, meg, amikor megtapasztalod valójában azt, hogy nem úgy cselekszel, ahogy addig cselekedtél. Hogy megtörténik valami százszor, de Száz 1 egyére valamiért, nem tudod miért, de valamiért máshogy cselekszel. Mert valami megváltozott benned. De hol? De hol? Miben? Hogy hívják? Nincs neve, nem lehet rá gombot varni. És ennek a folyamatban vagyok most, ennek vagyok részese, hogy így az életem területein, így, így szépen sorban jövök rá arra, hogy egyrészt, hogy micsoda illúziókban éltem, Na, nagy részt, tehát hatalmas illúzióvesztés az, az egész, ami a legtöbbször ugye elég kellemetlen. Megfáj, meg, meg, meg stb. De viszont, ami meg magával hoz, az a hatalmas energia, ami ilyenkor ugye ebből felszabadul, az ad, az, az, az ad egy életerőt, az, ad, ad, egy len, az egy, ad egy lendületet, ad egy, ad, egy, ad, egy, ad egy kedvet, ad egy, nem, nem lehet megfogalmazni, nem, nem, nem ilyen megmagyarázhatatlan. Azt, azt amiért, amiért gyakorlunk, vagy, vagy nek nekiálltam gyakorolni. És amikor elkezdtem látni a környezetemben, hogy kevesebbet szenvedtetek, magam is kevesebbet szenvedek, akkor ez így egyik szépen generálja a másik után, és ez, ez, ez egy gyönyörű folyamat. Ami viszont a kulcsa az egészben, hogy őszintének kellett lennem magamhoz, és alázatosnak meghajolni valamilyen szinten saját magam előtt is, hogy igen, hogyha el, elrontottam, elrontottam. Jó, semmi baj, tökéletlenek vagyunk. Ez ilyen. Hát remélem, hogy sokatoknak tudtam vagy kedvet csinálni, vagy akár csak egy szóval segíteni, így hogy megosztottam a tapasztalataimat nektek, veletek. Um, szeretném megköszönni Szunimnak, hogy ez, létezik ez az egész, és hogy ennyien itt vagyunk. És mindenképpen egy, egy, hatalmas pozitív visszajelzést szeretnék adni, hogy működik, csak kellően őszintének és alázatosnak kell lenni a saját magunkkal szemben, meg a, a világgal szemben, és csak gyakorolni egyébként, és egyik, egyik folyamat hozza a másikat. Köszönöm nektek, köszönöm mindenkinek!